Szevasztok, hello! Mehet 9. alkalommal is a HD-szozási? Készen állok, srácok. 27 szökkenési kísérleten vagyunk túl, amiből egyébként 4 sikeres volt. És a legutóbbi ránunk nagyon-nagyon durván ígéretes, elképesztő sebzésünk van az autóatakkal. Boxolunk, heat level 4-en, úgyhogy nehéz lesz. A heat level 4-es beállításaim jelenleg úgy vannak, hogy nagyon sok enemy spawnol, tehát az ki van maxolva, 60%-kal több enemy spawnol, valamint 25%-kal kevesebbet healelnek a healelő cuccok a földön, vagy bárhol máshol az adott rámba. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. A hídra után vagyunk. A hídra után vagyunk. Hoztam nektek egy kis hangot. Rögtön egy aranyköcsöggel kezdjük a ránt. Most is. Jó. Bal fölül látszódik egyébként, hogy heat level 4-nél járunk. Azt mondja, hogy szívossá váltunk. Nem szívos. 5 alapsebzést okozunk, tehát 5-tel több alapsebzést okozunk minden egymás utáni találattal egy ellenfélem. Ez nagyon jó cucc. És hát lehetne még módosítani a specialt, de a specialt nem akarom használni, úgyhogy kétszer szerintem az alaptámadáson nem lehet változtatni, úgyhogy a boon fejlesztést kérünk innen. Még a boxoló izénken nincs semmi. Nincs semmi se rakva a boxolásra, semmilyen boom, de fura. A klasszikus dodge-unkra berizünk, vagy blokkolunk, vagy hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Na, francba. Na, szemétlepkék. Á, túl sok sebzés. Á. Jó. Na hát, csak sikerült. Francba. Túl sok sebzés. Az első 10 másodpercben erősebbek is vagyunk, ez is nagyon jó cucc. Szökkenés sebzésem. Az első 10 másodpercben legyünk erősebbek. És még le tudunk menni nükszhöz is. Mármint, hogy le tudnék, de nem tudok, mert hogy nincs annyi HP-m, ugye elnobaskodtam. Ez az ajtó is csak 2-t heal-el, de legalább coin-t kapunk. Hát! Na de jó, papajzsosok. Ájjaj. Fölsőt szétlőtt az automata. Aténi. Pénz. Hát, vásárolhatunk is. 8%, hogyha 8%-ot helyreállít.
Hűha. Hűha. Ha legyen ez a HP irányítás. Szóval ellövünk egy plusz HP-t, mit szóltok, vagy nem kéne? Pénzért meg kell kockáztatni. Sikerült, bár feleztük a pénzt, de megérte. Lehetne max HP-t növelni, illetve Árész vagy Athéné. Hát majd egy Árész és Athéné. Hát... Árész, ugye? És akkor utána majd Athénét választjuk. Most már erősen gondolkozom ennek a játéknak a megvásárlásán, ráadásul Epiken most elég jó áron is van. Hát ugye Epiken ott van a kuponkód, a Game Pass-ba pedig benne van, hogyha esetleg az opció. Pixel Hunter. Olyan sok halált érzek az utóbbi időben, apád birodalmának kapujánál rokon? Tudom, első ránézésre ez teljesen hétköznapinak tűnik, kivéve, hogy valahogy több annál. Azon tűnődöm, te tudod-e az okát? Egy ellenfél megölése után a következő támadásod többet sebez. Mindkettő nagyon izginek tűnik egyébként. A dobás jó lenne pimpelni. A Factoryot ismerem? Aha, ismerem. Mentem már három szökkenés, és még nem teljesen kapott el, bár ezek a loop roguelike-ok nem mindig, bár így kommentáros verziót pedig szívesen hallgatom. Ó, értem, mit akarsz ez. Hát figyelj! Nem tartozik az egyszerű közé, ez biztos. Mondjuk a Crusader Kings sem. Én a kartasadék legyen. Számos módon elkerülhetted volna ezt a végkimenetelt, mégis haragom magad vonását kockáztatod. Na-na. Hát az respawnol is már le volt shieldelve. Csusszant. A francba. Tű. Ez kemény. Lost in Random, az nagyon jó móka szemen. Szia James Khan, szevasztok sáncok. Csak lépjünk tovább már, Zagreus. Nincs értelme a viszálykodásnak és sokat teendő, mielőtt küldetése célhoz ér. Támadásod erősebb és eltérít. Hopp. Bónusz HP helyreállítás, na az amúgy kell. És visszakértünk egy töltetet, ez is szerintem nagyon jól jött.
Maradjon Athénén. Nem vészes, nem vészes a sebzés. Az eltéríteni tudó képességeid védtelenné is teszik az ellenfeleket, az jó, meg az az ellenállsz az ellenfelek támadási sebzésének is, viszont a védtelen az szerintem jobban kell. Ha a sötétség felé megyünk, az plusz HP. Lehet majd horgászni. Na hát ebbe szépen beleszálltam. Hát ezek meg egy lesildelték. Oké, csapdaölés. Peca. Kemény ez a hit level 4, srácok. Ohonyt! Lehet, hogy ezt már el kell engedni. Főleg ezzel a HP, a HP regenerálás csökkentésével, ez nekem már így nagyon kemény. Na nézzük. Tehát lehet venni Athént. Amikor eltérítesz egy támadást, az többet sebez 113%. Mehet. A HP növelés jöhet. Vagy más hit kombináció. Igen, a más hit kombináció, mert ez az, hogy kevesebb tehát hogy kevesebb HP-t töltök, ez nagyon kegyetlennek tűnik. Legalábbis a most így a szintemen. Dakika. Azt mondja, hogy ékszem. Én így kezdtem hell módon igazán illőre. Hát... ja. A hell módon mik az aktívak egyébként? Na hát... ó, azt hittem, hogy vissza tudok párat venni, de úgy néz ki, hogy nem. Bár ez az árész egyébként... királynak tűnik. Jéhe Jézusom. Azt a rohadt. Persze. Az utolsó pillanatban rám csap egyet. Az utóbbi időben minden jobban tetszenek az indie játékok, nem muszáj mindig a AAA játékok full grafikával legyenek, de lehet csak öreg leszek.
Ja, értem, értem. Tehát, hogy egyre jobban tetszenek az indie játékok. Ez sokan így vannak egyébként, akik így felfedezik, hogy vannak ilyenek is. És hogy amúgy ezek nem is olyan rosszak, és nem mindegyik, csak pixeles gagyi grafikájú. Hellmodon a legkellemetlenebb, hogy nincsen iframe, komolyan. Wow. A helles plusz dam több ellenfél, nincs iframe sebzés után, több HP az ellenfél, nem? Na hát, azt hiszem itt valamibe belecsúsztam. Hát én itt nem látok semmit, max HP növelés. Ami így jó látnám. Kötelező a heat level 5 a hell módnál. Még jó, hogy nem azt nyomjuk. Hát lehet, hogy ezzel a futással csak eddig jutunk. Jöhet egy visszavágó? Csatára hívsz minket? Pokol fajzat, akkor Asterius is én elfogadjuk. Két dam is belett nyelve. Ó, francba. Na hát. Ó, és belementem.
Na végre. Hát legalább meglettek. Meglett az Ambrózia. Patroklosz nem kaptuk meg. Ami szívás. Az nagyon nagy szívás, srácok. Asterius-t amúgy már nagyon jól tudjuk dodzsolni. Mondjuk még így is kemény az, hogy kettő boss van. Mi van, Kalács? Nem tetszik a lámpa búra? Hm? Kalács? Mi van? Gyere! Kis lámpabúrásom. Nyenyenyenyeny, gyere ide! Na. Pénz, Hermész. Mehetne Hermész. Jaj, de jó. Hát én is azt mondom, hogy hm. Gyengusznak érzem nagyon a sebzés, pedig 50%-kal többet damolunk. De úgy néz ki, hogy ennek a ránnak még ez is kevés. Valószínűleg a HP regen, ami miatt. Ami miatt ez a szitu. Na hát. Én is utálom. Csak egy apró féreg. Ó, istenek! Pici féreg. Az egész elmenekült. Oké, bevadult. Nem látom, hogy mikor akar charge-olni.
Na végre! Mi ádáz, mégis mi pici? Nem tudok leesni a lóba, hál' Isten. Automatikus kitérés, szökkenés, HP visszaszerzés. Mert egy automatikus kitérés. Átdesselni tudok csak. Hát ott itt nem enged semmit se csinálni. Adott nekünk egy olyanunk, hogy árész, meg HP növelés. Halál a dacolás használata után abban a találkozásban többet sebzel. Tessék, hasadék hatásai nagyobb területen okoznak sebzést. Ez még nem volt. Úgyhogy legalább proféciát tudunk teljesíteni. Hát tényleg nagy lett a range-a. Hello, fiú. Úgyse tudsz áthányni ide. Én meg nem megyek oda. Nem múlik ezen semmi. Egy idő után visszatérnek a cuccok. Tessék. Ez. Spónolt egy patkány, de jó, elvitt a mérgezés. Ciki, hogy itt ment el egy ilyenünk. Valószínűleg még egy el fog menni, ha így haladunk. Merázza meg magát. Na, hát ebben jól beleugrottunk. Azt a rohadt. De az meg középen van egyébként. Csak hogy teljesen jó legyen a dolog. És még mindig spawnol az enemy. Hát így az utolsó előtti pályán nagyon bekeményedett a játék. Pedig előtte jól bírtuk. Szavasz, Harley. Hát akkor ránk kéne menni Hades-ra. Should come in useful.
Ja, de nem tudom már, hogy nincsen batyunk. Ez ciki. Szia, felső. Nem tudtam eldodzsolni. Eladni tudunk csak. Amíg csak ilyen bombázók vannak, addig jó. Szávasz, madari. Kérlek szépen pirítós palacsintával. Lehetne könnyű. Ne, két HP. Bah. De sajnos nem itt van. A szatírzsák. HP helyreállítás. Hátulról sebzés. Sértetleneknek. Jó. Nálatok, madari? Na nézzük ezt. Poseidon. Szemétjem. Hát ez nem ment el oda. Ah, hál' Isten meghalt. Na és itt az utolsónál megváltoztatjuk. Mármint a letöltés, vagy a játék maga, Lord Fairy. Mert én úgy tudom, hogy globál láncs az holnap este 7 óra. Olyan már a játék is. Ha. Hát akkor én félrejátszottam. Oh, what's in this stuff?
deliver the goods. Hmm. Köszi. Volt férje. Nem baj, telóról nem fogom nyomni, az biztos. Így győzte meg a herceg újfent a félelmetes Kerberoszt, hogy álljon félre az útjából. Bolyó. És ilyenkor már nem lehet lootolni. Minden esetre köszi az infót, én azt hittem, hogy csak előtöltés van. Mert elkezdte délbe tölteni a telefonom. Azt meglepődtem. Out of my damn way. Tűnj a fenébe az utamból! Itt vagy hát fiú, végre. Pedig tudom, hogy mindig mindenhonnan elkésel, ám itt mégis jócskán túlszárnyaltad magad. Hallgass, hozd a világ, égesd el azt a királyi köpenyt és lássunk át hozzá. Fogalmam se volt, hogy ennyi nélkülözhető köpenyed van. Biztos tele van velük egy egész raktárkamra. Gúnyolásom átmenetileg bátorságot adhat neked, de végeredményben semmi hasznosat nem fog elérni. Ezt baszkodra csaltam. És hátra, pont rám fordult. Ha, és ebbe is belem. Na végre. 40 szek. Na a Battle Net Loginnál is már 11 perces sor volt. Pedig azt írták, hogy július 2-a este 7 óra. Ezt nem tudom. De direkt egy tájékoztatót tettek azért, hogy Global Launch lesz csütörtök este 7-kor. Ez nagyon-nagyon értetetlen. Fiatalságot biztosít neked némi esztelen erőt, de az ilyen erőnek megvannak a korlátai. 40 HP. You are somewhat stronger than expected, boy. Hmm.
Sajna ez a bia nem volt olyan erős srácok, mint azt én gondoltam. Hypnosz, komolyan. Szerintem ez a legrosszabb ötlet, amit valaha hallottam. Felfogod, milyen kevés értelme van? Csak azt mondom, hogy ha talán, nem is tudom, egyszer elhalaszthatnád, halasztanád meg az összes halandót, azon egy csomó utat megspórolnál, és több időt tölthetnénk együtt. Komolyan nem tudom, minek vesződöm veled. Menj vissza dolgozni, és hagyd, hogy én is azt tegyem. Bár igazából lehet, hogy csak a vérköves Zeus hiányzott nekünk. Közben megnézem gyorsan, hogy amúgy akkor most elérhető a Battle.net-en. Mondjuk azt sem tudom, el van-e indítva az alkalmazás. Sor nem volt, a play gomb pedig nem működik. Jó. Néztük. És a Telo mit mond? Telo azt mondja, hogy mondat eló. Az meg azt mondja, hogy megnyitás. Oké. Okay. Ezúttal mi hír, legény? Megtaláltad új fent anyát? Anyádat? Nem, kudarcot vallottam, uram. Apámnak hála. Ah, mihez fogok kezdeni? Na, csak nyugodtan. Egyszer oda jutottál. Bennem nincs semmi kétség afelől, hogy meg tudod tenni újra. Meg aztán apád úgy viselkedik, mint a semmi se változott volna. Szóval ne veszítsd el a reményt, képes vagy rá. Remélem igazad van. Egy kis Kerberos simogatás. Megy ez tényleg. Hé, hey, jó újra itt látni, Pajti. Örülök, hogy ismét őrszolgálatba vagy. Még ha ez azt is jelenti, hogy át kell jutnom rajtad. Tudom, hogy csak a munkádat végzed. Lehet csak preload? Nem, ez itt van. Tap to play. Ez a játék maga, Zakika. Itt mutattam az előbb. Tessék. Rá is nyomtam. Persze, beléphetsz. Igen. Welcome to Diablo Immortal. Én vagyok Magic Turtle, hashtag akárhány. Itt van. Karakterválasztás, meg ilyenek. Na várjál. Barbár. Játszható. Mili. Van itt Wizard. Demon Hunter. Monk. Crusader. Necromancer. Jaj, mágikus teknős. Teknőcnek hív a játék. A félelemkeltő pokolkutya kínosan méregeti a herceget. Hat félelmetes személynek mindegyike ragyog a ház félhomályában. Viszlát, Pajti. Hát kell még nekünk gyémánt. Meg 500 pénz, azt az 500 ékszert össze kéne szedni. Mi hír mostansága Eurydikéről, barátom? Bizonnyal oly kecses, ahogy leírtam neked.
Ahogy leírtam neked? Á, de már megint miatt a bánkódom úgy tűnik. Azt tudtam, hogy tehetséges zenészpajtás, de a sose említetted, hogy csodálatos szakács is. Megvendékelt valahányszor találkoztunk, de úgy tűnik, te kicsit még mindig fájdalmas téma vagy. Mi érthető is az? Ha az én kimentésem a pokol mélységéből fulladt volna kudarcba, puszta pillanatokkal a menekülés előtt, és igencsak haragba állnék megmentésem kísérlőjével. És jó sokáig. Ebből az előbbi pár mondatból nem értettem semmit, de biztos úgy. Apád nincs itt, te pedig visszatértél. Akkor ez csak egy dolgot jelentett. Jól vagy, gyermekem? Igen, azt hiszem, Nyx, apám keze által kerülni vissza ide azért különösen fájdalmas. És van valami felbecsülhetetlen tipped a legyőzésére? Valami rejtett gyengeség, amit csak te ismersz? Bármi ilyesmi? Te bárkinél jobban ismered gyengeségeit, még nála is jobban. Fáj a tudat, hogy a kettőtök közötti konfliktust nem lehetett valami más módon rendezni, de ha így kell lennie, pusztítsd el őt a kedvemért, amikor legközelebb odafent harcoltok. Bármeddig tartson is, megtennéd nekem? Sziasztok! Ebbe van magyar nyelv. Hát, mint látod, Steve, van. Duszának nem tudunk adni ajándékot. Megfoltozni az üléseket, frissíteni az étlapot, kitakarítani a tűzhelyet, feltölteni a becsületbárt, kiporolni a szőnyeget, leporolni a gerendákat, feltörölni a padlót, kifizetni az alkuszt. Ó, sajnálom, herceg, nagy lemaradásba vagyok, ha megbocsájtasz. Kérlek? Dusza, várj, mielőtt elrepülsz. Csak van valami, amivel besegíthetek ebbe az egészbe. Nem számít, mennyire jó vagy a munkádba, amit felsoroltál, az több, mint amivel egy valaki elbír. Felség, kérlek, tudom, jót akarsz, de megoldom. Bár ne kételkedne benne mindenki folyton, mint például a házi kivitelező, aki csak ácsorogott a megrendelésekre várva. Ha csak nem tőlem jönnek, mert akkor nem. A házi kivitelező nem működik együtt veled? Nem csoda, hogy olyan sok társalgó felújítás van elakadva, de talán le tudnék zsírozni vele valamit. Á, teljesen elfelejtettem. Főzőzsírt kell hoznom a főszakásnak. Mennem kell. She's running herself ragged. Here, you can have these, chef. Pohonyt! All right then. 300 sötétségért ékkő. Hát kell a nektár, hogy gyémántot vegyünk majd ki. Can maybe use some rest. Night protect me. Can't afford that. Na, 35% eséllyel ritka lesz az áldásunk, ezt annyira kimaxoljuk, amennyire csak lehet. Most csinálunk egy olyat. Azon agyaltam, hogy én most ilyen poszeidónos buildet szeretnék összerakni. Dionysososat is lehet. Poszeidon. Ne szívassatok, hogy Poszeidont nem vettük ki. Most ez komoly. Hát hányszor találkoztunk már Poseidonnal, azt nem vettünk ki tőle semmit. Akkor nem csinálunk Poseidon buildet. Akkor milyen buildet csináljunk? Dionysosat. Shieldes Zeusosat. Nézzük meg a Shieldes Zeusosat. Nézzük meg, mert ilyet még nem csináltam. Viszont itt levesszük a heat levelt. És itt még van valami tartós behatások. Hát nem ezt akartam, hanem a munkahelyi tornát akartam amúgy feljebb rakni. Néha úgy érzem, hogy azt a felfordulást, amit a szobának nevezel, büszke gondoskodással hoztad létre. Erről van szó? I take some pride in making messes, yes. Na
és egy kalapácsot kapunk. Egy támadás blokkolása után 10 másodpercre sebzést és mozgási sebességet kapsz. Lelkesítő repülés, speciális támadásod találata után a következő két támadásod 80% sebzést okoz. Tönkretett. Na, ott van Zeus, na, végre. Tehát, dob, üt, üt, dob, üt, üt. Dob, üt, aha. Dob, üt, üt, üt. Oké. Na, valami ilyesmit kell nyomni. Az a nálad levő pajzs, amit Aegisnek neveznek, az régen bizony az enyém volt, fiatal ember. Persze nincs már rá szükségem, de hogy hogyan találtad meg, azt el kell majd mondanod, mikor itt leszel. Nuhuhu. Jó, ez egynek jó lesz az Zeus-tól. A dobás, epikus dobás. Hát igen. Igen, dobás, győzelem. Athéné docskán majd, bár igazából... Itt, hogy tartom a pajzsomat, azzal lehet projektál is dokkolni. HP növelés, ez heat level 0. Aranyköcsög, nincs. És Poseidon. Poseidon a másik. Akkor megyünk, mert Poseidon nem kell most. Bár... Amiatt jó lenne, hogy ajándékot adhatunk neki. Ez a tiéd, Káosz uraság. Ezt ég és föld alatt mindenki szereti. Megtisztelsz ilyen felajánlást éve, de kérlek, nem szükséges anyagi javakat, javakkal megkedveltetned magad, mert csupán a gondolat maga az, ami számít. Mikor apád és fivérei elzárták a titánokat e világ legsötétebb zugába, engem is akkor láttak utoljára. Te különböző vagy tőlük, és így veled való kommunikációt, így a veled való kommunikációt biztonságosnak érzem. Aha, több ellenfél, jobb áldások, a szökkenő támadásom 84%-kal többet sebez. Eltompító kegy, tehát az, hogy ritkák legyenek, az szeretném mindenféleképp. Megjövendőlt profécia? Na várjunk, tehát akkor nem dobhatok? Na hát, olvasni is kéne. Nincs semmi gond. Jobban kellett volna olvasnom. Artemis, na zsír. Na ez mondjuk így. Adunk egyet Artemisnak. Artemis úrnőm, ez semmi jó indulatot hoz és kegyethez képest. Hey,
Mi várja, ez áldozat nekem? Én? Ó, ez nagyon kedves, de térjünk vissza a vadászathoz, jó? Így van, Pixel Hunter, van hozzá magyarítás. Valami zavart engem egy kicsit veled kapcsolatban. Oly kétségbe esetten harcolsz, először azt gondoltam, egyszerűen a türelem hiányzik belőled. De most látom, hogy a sürgősség hajszol. Mit keresel valójában? A dobásom ősi. Nem, viszont a kimenet is ebb az, igen. És amúgy a halálos csapás is jó lenne. A profécia miatt jó lenne a támadásra ez. Viszont Zeus-os kell a special-re és a simára is. Kamerát lezárni. 45 másodperc. Ja, és még mindig nem dobál, oszatok. Miért felejtettem ezt a... Na, hát egy csapda lett. Hitvány nyomorultak. Rere, Connor. Azonnal kapsz HP-t. Wow, hát ilyet még nem vettünk. Kentaur lélek 100-ér. Wow. Max HP-t vettünk. Amúgy Poseidon. Poseidont kellene kiszednem. Én most egy Poseidonos ránt akarok menni. Shield el a Poseidonos ránt, szerintem nagyon jó. Tudunk HP-t tölteni, és tudok dobni. Mi újság, Connor? Aztán... Na ez... Tehát a hírt ezt maximálisan kihasználtuk. Van karón és van gyémánt. Téglát vadászol? Ez jó móka. Különösen most. Gemstones. Hát... Remélem sikerrel jársz. Tetszik az eleje? Számáz. Én is várom majd, hogy kipróbáljam. Az immortálost. Alvilági téglát vadászgat, igen, igen. Segíteni akar Connor a házi munkákban, itt a felújításokban.
Nem tudom, már állítólag utálni kell egyébként. Szépen a karcolom. Point kérjünk. Igen, igen, azért kell utálni, mert mobilos. Yes. Where to? Horgász lelőhely, pokoli kincses láda. Pokoli kincses láda? Ott egy karom. Vásároljunk ilyet. Pokoli kincses láda. És fejleszünk. God's grant me strength. Powered up. Time for Tisiphone, maybe. Oh well. Alecto. Meg kell vallanom, igazán bosszantó vagy, tudod? Piros vérű. Mit kell tennem, hogy üvöltésre bírjalak? Mi? Azt akarod mondani, meg sosem mondta? Én meg azt hittem, közel álltok egymáshoz. Majd kiderítjük. Marad bőven ötletem, amit ki akartam próbálni. Én nem akartam ilyenekről tudni. Azt a rad. Tell Meg I said hello. Add át üdvözletemet a Megnek. Ez kettő pokoli kincses láda lesz. Jöhet. Meg tudjuk csinálni. Bár amúgy lehet heat levele egyen kellett volna csinálni, de nem tudom. Love that sulfur smell. Na majd itt lesz a kincses láda. Eddig olyan blémbégyeid voltak, ugye? Vagy az csak nekem nem rémlett. Most shieldes build-et nyomunk. Vagy mire gondolsz? Blém. Ez az előző rámba volt, akkor a boxolóssal nyomtuk. Arra gondolsz? Dani. A bossnak? Ja, hogy nem voltak Beyblade-jei. Mert ő a tesója Megnek. Tehát három ilyen fúria van. Vagy mik ezek. És a
Az egyik meg, ugye, amiről beszélt, ő a Alecto volt, és van Tisiphone is. Tisiphone, aki csak annyit tud mondani, hogy ölni. Alecto, hát az ilyen beteg. Jó, ott Hermészünk van. És meg a normálisuk, ugye, akivel először találkozunk. Most le tudunk menni. Nézzünk valami jót. Hades nevében. Hátulról. Utána, tehát igen, a hátulról támadott ellenfelek 117% sebzés. Nem tudunk pénzt szerezni, de plusz HP. Sebezzenek többet. Nézd meg, hát elmegy onnan. Látok sehol olyan horgászós pontot. Viszont tudunk sötétséget szerezni, hogyha ügyes vagyok. Falhoz csapás nagyon jól sebez. Úgyhogy ezt nyomni kell. Van a Tinink. Aki jól jön, Zeus meg jó lenne egyáltalán látni. Hát ez egy nagyon kemény pálya. Azt se érdekel egyébként, hogy ő kint van a pályán. Na hát, csak érdekelt. Mondok én valamit, unokatestvér, ha még Artemis is segít téged, az bizonyság, hogy ügyed igaz, őt nem gyakran érdeklik a családi ügyek. Na. Legalább most már vissza tudjuk verni a támadást. És akkor tudjuk fejleszteni ezt a... hát mondjuk, hogyha az enemiből kipottyan, például azt is. Bossnál az különösen jól jön. Next. Come on in.
Hú, hát ugrálsz itt össze-vissza. Ennyi HP-n volt. Ja nem, még mindig többet tud sebezni. Look what I found. 160-nal kipottyan az enemiből a vérkő. Kulcs, hát legyen a sötétség. Ciao, Zeus. Hát nem hallom, hogy itt is lehetne horgászni, úgyhogy... Dionysoszt viszont látunk. De az nem érdekel. Szegény Dionysosz. Karón? Na Karón talán. Segítünk. Csak finoman. Valahogyszor általának esélyed van automatikus kitérésre. Neked adom a tisztelete jelképét, míg ha a révész készlete közt volt is eltemetve. Támadás kárhozatot okozhat. Nem. Jó. Boss. Makaróni. Szeretem, Szemelsz. Mondjuk most jól jött volna. Kemény menet lesz. Beledobta a tűzbe. És most így hogy üssem meg? Na végre. Nyerős srácok, akár meg kéne halni. Na hát és amikor eldobom addigra, mert jönnek is a hidrákok.
ez szörnyű ez a rán, ez kínszenvedés lesz, úgyhogy inkább véget vetünk neki. Egyetlen egy támadásunkkal sebzünk. Ezt begyűjtjük. It's my last chance. A nap ténye, hogy a spagetti tészta maradékában lesz a makaróni tészta. Nem is gondoltam. Szóval ropogósra sültél odakint magmában árva, igaz? Tudom, neked lángol a lábad meg minden, de beleállni a magmába, hát nem biztos, hogy az olyan jó ötlet. Úgy van. Hypnosszal teljes a bejegyzés. Akileusz meg nincs itt. Gondoskodj róla, Megara. Az utóbbi időben úgy találom, hogy a személyzete házba sokkal hanyagabb, mint régen. Bízom benne, hogy te majd kiigazítod ezt. Ha így akarod, Hádész nagyúr, akkor így is lesz képességeim legvégső határáig terjedően. Ez nekem valószínűleg rossz hír. A sima víz meg úgy készül, hogy a bubisból kiveszik a bubikat. És a bubik hogy készülnek? Remélem, nem okoztam neked túl sok kényelmetlenséget a sok templombeli látogatással mostában, haver. Mondd csak, hogy jössz vissza? A romfuvaroz? Ilyen kérdést tesz fel a herceg a pokol kapuőrének, nagyon jól tudva, hogy a többfejű szörnyetek nagy ívben elkerüli a folyami révészt, ahogy mindenki, akinek egy csepp esze van. Tudj meg többet Hádész és a köztet zajlott beszélgetésekben. Szőnyegek, mellszobor, öregember mellszobra. Hát hogy nem? Denevér ketrec, mindent látó. 3 gyémántér, persze. Hey Orpheus, hallottál már arról, amikor 7 légiónyi vértelen harcos győztem le hátra kötött kézzel egy lábon ugrálva? Tudod, Poseidon nagyóral kötött fogadásban. Na hát, ez ám lenyűgöző színes történet, Zagreus, és mindenképp dalban megörökítése méltó. Bárcsak volna itt egy poéta, ki még hajlandó így tetteket versbe szedni. Bárcsak volna pajtás. Ékszer ér nektár, tehát ez így kell. A gyémánt is jó lenne nektárér. Tonikus kulcs. No sign of Dusa. Dusának nyoma sincs. Üdv mindenkinek, srácok. Hoppácska, hát ez majdnem ott maradt. Bár nem, itt van. Milyen, ki tudná megmondani, kinek volt igaz a bunyó? Menj és feküdj le. Back.
Még korábban az alvilág hét alvó hercege felébred, úgy érezve, hogy a rövid szundikálás, amit a nap vagy éjszaka megpróbáltatásainak kipihenésére szánt, a jelek szerint egyáltalán nem volt rövid. Ó, elkéstem a munkából, apám meg fog ölni. Felelősség elutasító Zagreus keresztül lépd el apja csarnokán, cseppet se törődve azzal, mi sietős viselkedést várnak el tőle konkrét körülmények között. Én sietek, ahogy tudok, te igyekezz. Hát ezt én is értem, hogy tud késni, hogyha így desságetünk. Az adminisztrációs kamra ajtaja épp csak a csarnokon túl várja. A herceg talán azt hiszi, halkan belépett, nem vonva magára az odabent munkálkodók figyelmét. Jobb, ha nem buktatsz le, vénember. Javaslom, igyekezz odabent, legény. Beszéljünk később. Jobb nem megváratni apádat. A napi vagy éjszakai feladatok maguk a puszta egyszerűség, legalábbis eleinte, amikor a herceg egyszerűen beírja magát műszakja megkezdésének jelzésére. Jézus, hát láss neki a kötelezettségeidnek! A biztonsági jelentések a Tartarosból sikertelenül megkísérelt szökésekről gyors ellenőrzést és hivatalos választ igényelnek, ám Zagreus herceg ezek egyikét se alkalmas megtenni. Az nem helyes! A gyakran sikertelen herceg megkíséri a főkönyveket új módon rendezni, ami apja birodalmának megfelelő vezetéséhez szükséges. Francba! Helytelen! A herceg apja birodalmának adminisztrációjáért felelős, keményen dolgozó árnyak csak nézik a herceg balsikerű próbálkozásait. Ó, nem már! Nem helyes! A lazítás szerető herceg sose fordított kellő figyelmet annak megtanulására, hogyan kell megfelelően elrendezni apja birodalmának régióinak könyvelés feljegyzéseit. Meg semmi értelme. Új fent rossz? E sor kényes feladat könnyen elvégezhető, legalábbis olyas valaki által, aki megtanulta a módját és képes rá, nem úgy, mint gyakran elkalandozó figyelmű alvilági herceg. Mi? Semmire sem emlékszel, amire tanítottalak? Gondos feljegyzést kell vezetni a házba kifizetett minden költségről. Kényes táblázat készítési eljárás, amelynek teljes végrehajtására a herceg felkészületlen. Én... nem. Hibás. Lejárt házi kivitelezői felújítások feljegyzései sorakoznak egy asztalon az adminisztrációs kamrában. Ám a hercegnek az égvilágon semmi vágya most rendezni azokat betűrendbe, dátum szerint. Igen, egyáltalán semmi. Jesszus. Végezetül a munka nem kedvelő herceg összegző feljegyzést készít azon kísérlete eredményeiről, hogy bármi hasznát vegyék, komor apja a házának adminisztrációs szükségleteinél. Oké, szóval mehetek már, apám? Nem csak, hogy megint elkéstél, de aztán még a legegyszerűbb feladatokat se tudtad végrehajtani, amik elvégzésére kértelek ismétlődően. Hány esélyt akarsz még itt? Túl engedékeny vagyok veled. Túl engedékeny? Ahelyett, hogy egyfolytában ledorongolsz, gondoltál rá esetleg, hogy taníts kicsit ennek az izgalmas munkának a megelégedésedre való elvégzésére? Bocsáss meg, hogy nem jegyeztem meg minden nehézkes részletet, amikor legutóbb előadtad a monológod mindennek a működéséről. Tessék? Ha nem tévedek, te most rám hárítod az alkalmatlanságodat, mintha maga a bölcsesség istenője kiélt volna segítségedre a szükség idején. Most rögtön lecserélhetnélek bármelyik árnyra a sok közül, aki alig várja, hogy itt dolgozzon. Akkor miért nem teszed? Nekem ez nem hiányzik, nem én húztam a rövidebbet a fivéreidnél és ragadtam itt mindörökre. Miért nekem kell elvégeznem számodra ezt az értelmetlen
pergamentologatást. Miért ragadtál itt? Nem ragadtál. Ki vagy rúgva? Tévedtem, amikor azt gondoltam, készen állsz bármiféle felelősséget vállalni. A bácsikáidat pedig soha többé ne említsd itt. Különben ledobatlak Tartarosz legmélyebb vermébe. És most tűnj az adminisztrációról és a szemem elől. Hát legalább ebből a munkából nem tudok többé elkésni. Na hát most tudunk húzni ezen az Olympus-i kegyen. Maxoljuk. Na tessék, a 40% az úgy néz ki, hogy a maxolása ezeknek. Oké. És profécia. Tyűha, már nem sok hiányzik egyébként itt az áldásokból. Illanó, bunyós, kihúzott juttatások, a holtak istenek fia egy nap a szenvedési szerződés juttatási csomag feltételének mindegyik előnyével rendelkező ellenfélből megöl majd egyet. Láncoló, másoló. Vásárlói hűség, ezt nyomom. Na, hogyhogy tetszik, Sticky? Az immortális. Hoppá, meg akartam nézni ezt. 28 szökési kísérlet, 8500 elemű. Poseidon nagyon kéne. Nem megyünk egy boxolást. Kezdhetjük, vagy mi lesz? Mondd a csonti, egyáltalán hogy kerültél ide? Ó, hát csak úgy simán bevillantam, ahogy apuci hagyja nekünk néha. Némelyikünknek néha. Miért kérded? Úgy értem, a holtak birodalmába hogy kerültél? Eredetileg. Hermész nagyúr vitt a bejárathoz? Tanatos szedett össze? Karón fuvarozott? Hogyan? Ja, haha, hát ez kissé személyes, nem gondolod, öcsi? Nem nagyon szeretek beszélni róla. Szóval, ha kaphatnék egy kis magánsz... Szóval, kaphatnék egy kis magánszvérát? Ó, figyelj haver, nem fogadhatom el folyton ezeket tőled. Nem, amikor már eleve fizetnek nekem. Ügyelnem nem kell a jó híremre, tudod? Majd félrenézek, amíg elfogadod, pajtás. Na fogadd el, különben. Zsír. Igen, Kasperius, úgy néz ki, hogy a PC lesz csak holnap. PC beta. Na, nem kérünk semmit, hadd menjen. Nem állítunk. Nem megyünk a hitlevára. Csak úgy egy sima szökkenést meg kell csinálni. És Poseidont ki kéne vennünk. Őszintén vágyam, kedves Zagreus, hogy egyszer rendezzük majd nézeteltéréseinket apád uraddal. De egyelőre harcoljunk. Tűha. Dobásom ritka, szökkenésem ilyen-olyan. Legyen ez, és akkor még kaphatunk a boxra normálisat. Boon erősítés, legyen a pénz. Karonnál tudjunk vásárolni. Ezek az első kamrák olyan jól mennek. Természetesen Darkness-t kérünk. Nem látom az aranyköcsögöt, most így nem akarja adni. Artemis most itt nagyon erőlködik.
Itt az Olymposzon élve engem körülvesz a családom, de mindig egyedül éreztem magam. Tudom, ez nem ugyanaz, mint amit te élszed, de csak azt mondom, átéreztem, amin keresztül média. Nem. Viszont a kimeneti sebzés... Igen. Karón már is jöhetne, csak nincs pénzünk. Végül is bemegyünk, mert ez csak a köztes karón. Ne, és itt van Poseidon. És most teljes áron adja a cuccokat, nem ilyen meglepetés. Ó, a francba. A híred Styx folyó az egész halvilágon keresztül folyik. Gyors utazás téve lehetővé a révész karónnak a halandók világából a legalsóbb mélységekig, az árnyak közül sok örök lakhelyéig. Nem volt pénz. Na, végre pénz. És ennyi. Mondjuk a kardot is szívesen hoznám. Na, jól belement a csapdába. Javaslom, srácok, hogyha az érdekel titeket, hogy mikor mivel játszom, nézzétek meg a menetrendet. Menetrend mutatás. Ez hogy értem? Menetrend mutatás, mit van ez? Na tessék, szökkenő horog ütésed 100% sebzést okoz egy területen. Oh, wow! Hát csak, hogy folytassa, mikor lesz kereszt. Ja, értem. Ja, jó. Megtaláltam a tuti áldás kombót levelet, első vérdéllyel sikerült ledarálni. Jesus. Gratulál! What's for sale? Max HP növelést lehetne venni. Ezt a ránt nincs kedvem tovább nyomni. Let's go, lads. Nagyon örülnék Poseidon áldásának. Hát egy olyan biedet szeretnék nyomni. És lehet, hogy azzal kéne kezdenünk, hogy legyen sok pénzem. Nem akartam végig szemben. Az a helyzet, nem akartam végig nyomni egy ránt, amihez így nincs kedvem. Ó, épp most ölt meg egy olyan vértelen, ukolbombázó csontvázfazon. Szép! Mindig is érdekelt, mi történne, ha csak úgy elcsorogna ott az ember, miközben a sok bombájuk felrobban. Csak azért kezdtem, mert mától indult a Diablo Immortal telefonon, hogy tudtál-e róla. Tudtam, igen.
De én PC-n akarom majd nyomni. Dusza, van valami, amit tudnod kell rólam. Vagyis rólam és Nyxről. Ő nem a valódi anyám. A valódi anyámat Persefonénak hívják odakint valahol a felszínen. Ezért mentem el. Várjunk, egy pillanat, te nevetsz? Haha. Köszi egyébként. Prikakus. Prikakus. Haha, nem csak, nagyon sajnálom, de nem tudtam megállni, én nem akartam közbeszólni, de én mindezt tulajdonképp már tudtam, ugye, illetve hallottam már róla, mindenkinek eljár a szája, tudod, időnként, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan megtalálod őt. Bízom benne, senkinek nem említetted ezt a házban, de már megtaláltam, már hogy anyámat. Most próbálom kitalálni, mi legyen, még nem igazán beszéltek róla, szóval légy türelemmel. Ó, ez izgalmas, és milyen magas. Olyan a szeme, mint a tiéd? Hol lakik? Mivel foglalkozik? Van munkája? Milyen színű a haja? Van, tudod, valami valakié? Dusza, most egyszerűen nem megy. De néked nem hiányzik a Kileos uram a levegő frissessége, a napi több étkezés igénye és e félék? Alig emlékszem rá, barátom, a bár dalaid néha felébresztik az emlékeket. Hozzászoktam a dolgokhoz úgy, ahogy vannak, azt hiszem. De viszont nem annyira. Ó, épp ellenkezőleg, uram, mélységesen elégedett vagyok. Igen, szerencsések vagyunk, hogy halálunk után is van foglalkozásunk. Képzeld, aztán örökké pihenni, amikor dolgozhatnánk is. Most, hogy említed, nem tudnék. Hagyj békét a kutyának! Kerberos moccanni sem próbál. Nem sokan jövök, Pajti. Tudod, apám, meg kell mondjam, a birodalom fosztogatása jobb, mint végtelenül gürcölni az adminisztrációs kamrában. Sokkal kevésbé fájdalmas. Ha, így próbálod visszakérni tőlem a régi munkádat, fiú? Kész csapás voltál minden adminisztratív feladatban, amire beosztottalak. Igen, apám, kérlek, nem adnád végig a régi nyomorult munkámat? A kiváltságokat kiérdemlik, nem kikönyörgik, fiú. Ha csak nem tervezed kártalanítani a házat minden jövedelmért, amit miattad vesztünk el, többi a lábadat se teszed be az adminisztrációs kamrába. Tulajdonképp mekkora a kártalanítási díj? Amekkora egetverő összeg a házi kivitelező nyilván tart, és most hagyj békében. Na, úgy néz ki, hogy teljesült a bejegyzés. Adminisztrációs kiváltság, újra hozzáférsz az adminisztrációs kamrához. Kivitelező újabb munkám van. Apám mindig mondta, hogy ha újra kér. Kiemelt hozzáfér... Blablabla. Igen. Többé nem jó semmi ez az adminisztrációs kamrába. Viszont feloldottuk. Wow. Back to work. Ready to work. Az adminisztrációs kamra, folyvás dolgozó árnyai rettentő mód elkötelezettek hálatlan gürcölésük mellett egy megihlető ábrázolás miatt arról, hogy lehetőleg mi elkötelezettnek kellene lenniük. Oh, na tessék, srácok. Wow, hát ez nagyon jó. Ott van, ikerőklöket használtuk 10-szer. Derestülök. Wow. Társ titkosítva.
Jó, itt ezeket az utolsókat nem kellett volna ilyen félváról venni. A Styx hűvös, megtisztított vizek korlátlan mennyiségben áll a holtak istene minden azon szolgálója a rendelkezésére, aki felhatalmazást kapott végtelenül munkálkodni a ház adminisztrációs kamrájába. Szóval, itt lehet látni a biztonsági naplót, amiket egyébként mond is nekünk a srác, aki vár minket a folyó végénél, hogy az alak titkosítva volt, aki megölt minket. És itt vannak az áldások, meg az előnyök. Ez a szoba akkor csak ennyit tud. Na hát most már ezt is tudjuk, srácok. Királyság, hogy feloldódott. Szakácsnak nem tudunk semmit se adni. Kulcsért tudunk 20 ékkövet kérni. Nem akarok semmit. Nemrég hallottam Athéné istennő felől, Nyx. Úgy tűnik csodál téged. Azt hiszem, azt hittem, az olimpasziak nem szeretik a mi félénket. Általában nem, de te családtag vagy gyermek. Én pedig most elég bölcsnek véltem Athénét, hogy megértsem, miért keresi fel pont őt olyas valaki, mint én. Ő pedig ezután más családtagok tudomására hozta. Jó csapatot alkottok. Hát észre nem érti az iróniát? Nem az a fajta. Na, az ikerőklökkel most már meglett minden, úgyhogy azzal nem kell foglalkozni. Úgy néz ki, hogy Dionysosztól se kell már sok minden. Ez az aranykezűt jó lenne húzni. Az aranynövelés miatt. Szia, Gonzui! Na és én most ezt a batyút szeretném, vagy nem tudom, hogy mi, ami arannyal, ez az. Ktonikus erszény. Hát... Időt, srácok! Na, tessék egy Athéné. Újra itt vagyok, hogy erőm kölcsönözzem neked, nemes unokatestvér, ám saját akarat erőd az, ami végül kiszabadít majd a erről a kegyetlen helyről. Dobásom eltérít. Speciális támadásom eltérít. Minden rán 100 plusz van. Hát, hogyha ezzel kezdek, akkor 100 golddal kezdek, de ez még csak a level 1-es. Ezt még lehet feljebb húzni, gondolom 125 meg 150-re, vagy nem tudom, hogy nő. Ja, amúgy az nem hülyeség, a visszaverés. Támadás közben visszaverés, abszolút nem hülyeség, remény, ha. Én most olyan Poseidonosat szeretnénk összehozni. Bár lehet, hogy most sikerül. Olympus, fogadom ezt az üzenetet? Na, nézd meg, milyen gonosz. Káosz.
Nem igénylem, hogy szavakat váltsak vele, csupán egy választ. Nem tudunk pénzt szerezni, támadásunk 33% sebzést okoz. Lehetne több amúgy ilyen arany bigyulánk. Jajjaj! I'll take him. What's in the well this time? A Prometheus-kő jó cucc. Majd a végén. Plusz coin. Ha ilyenkor még robban. Azt mindig is ki akartam próbálni, hogy ilyenkor van esebzés, hogyha ez a, az akna vagy micsoda robban. Na, az alaptámadásunk erősebb lesz. Szerencsére ez nem sebzett meg annyira. Poseidonnak muszáj, hogy ajándékozzak egyet. Üdv öreg, hallottam, Aténé már szót váltott veled, mi? Lazám a csaj, miután megismerte az ember. Tessék, hoztam valamit, ami illik az ő stílusához. A kúttal sebzést is növelünk. Ja, de hát nézd meg, mit csinálnak. Fú! Sok pénzünk lesz. Sebzése van. 428 pénz.
Mi ez az iszonyatosan sok áldá? Mi az a sötétség? Menj már onnan! HP-n van. Nem tudom, milyen ezzel a játékkal, hogy így adja a sötétséget. Na. Charon. Charon's shop. Nem vagyok boldog. Don't spend it all in one place, mate. Nem vagyok boldog. Better. Azt leszögezhetjük. Nagyon nem. Ez az RNG most borzalmas. Hello, Tisiphone. Hello, Tisiphone. Gyilkosság? Kérlek, nem vagyok gyilkos, nem kell ezt tenned. Gyilkosság? Rácsúsztam. Lights out. Villanyoltás. You're not permitted to leave, Tartarus. Off to Asphodel. Keepsakes hold power. Should help. See you, Tartarus. Nem vagyok megelégedve ezzel a ránnal. És így olyan felesleges időhúzásnak tartom. Afrodité igazán nem semmi, nem gondolod, Uncsi? Általában itt senki kedvéért nem állnék meg, de ha róla van szó, kivételt kell tenni. Gyorsabban kiesik. Igen, kamrába bónusz coin jutalom, hát az jöhet.
Na hát most gazdagok leszünk. Hát itt meg boom fejlesztés, de hát ez... Ezt meg kellett volna változtatni. Bocsánat a zavarásért. Ne feledd, erről egy szót se senkinek, gyerünk! Most nem kaptunk jutalmat. Nem kaptunk jutalmat, mert nem előztük meg Thanatos, de segített nekünk. Ez így is jó. Szerintem ez volt az első, ez alatt a végigjátszás alatt, hogy nem előztük meg őt. Nem volt annyi damunk. Kilenc HP. Exactly what I need. Hoppá! Visszatöltöttük a halállal dacolást. És van ott egy Athénénk, meg egy Afroditénk, mert az Athénénk. Hát, ha ki tudunk venni valamit az alaptámadásra. Beleszaladtam. Inkább a szökkenésre megyünk rá, legalább azzal is sebzünk. Bár ezzel lehet, hogy magam kínzom, mert nincs semmi az alaptámadásainkon. De hogyha már itt tartunk, akkor hát ha össze lehet azt hozni, hogy Athénéi lesz a támadás, a szökkenés is. A dobás is. Szépen benne álltam ebbe a csapdába. Ilyet vicces lenne egyébként összehozni, hogy egyetlen isteni az összes áldás. Ott van még egy Athéné. Sötétség. A ládáimat békén hagyod!
damnable fools. Jó, ez most jól jött, nagyon. Legendary és duo boonok előfordulási esélyét tudjuk majd növelni. És hiába van itt Eurydiké, nekünk Athéné és Afrodité kell, és először Afroditét vesszük ki, hát ha tud nekünk segíteni. Mégis találkoztál Achilleussal, istenke? Igen, jelentős szerepe volt egy általam kigondolt háborúban, ám ellenállt próbálkozásaimnak tettei befolyásolására. Mondd meg neki, hogy egyszerűen csodálom őt. Szólításom elbűvöl, tehát... Csalódott vagyok, hogy így elutasítasz unokatestvért, tudd meg, hogy nem rosszalásból, hanem szükségszerűségből torolom meg. Mennyit köpködnek. Szóval reméltem, hogy magunk mögött túlhatjuk ezt a kis incidenst, és az előttünk álló feladatra összpontosíthatunk. Yes! Na, a boxos is, majd a boxolásunk is Athénés. Már csak a specialre kéne az övé. Hát még kiderül, van is, van ilyen achievement is. Van karónunk, meg van ilyen dajdalosz kalapácsunk. Menő amúgy ez. Erre is kéne valami, Athénés. Szevasz, Pepe! Vettem a boltba CP-Supi 3200 forintos hangszórókat, szóval már hallom is, hogy mi történik a stream alatt. Hoppácska! Hello, Pepe! Akkor nem csak integetek most már. Emlékszel rám? Hát egy kis sebzés beszedés. El akarom tölteni az Isten mérőt maxra. Ugye maxos lesz. Bízd csak rám bele. Oszta. Ezt lehet inkább a bossra kellett volna rányomni. Nagyon tetszett ez a 2600-as támadás.
Eddig a Game Pass beépített hangszórója sikoltozott a bomba, de lábammal, ha betakartam, már alig hallottam valamit. Nem is tudtam, hogy van ilyesmi. Mondjuk attól függ, milyen gép az, nyilván. Magmár! Lehet egy magmárunk. És megyünk fölfelé. Gyárilag összerakott Fujitsu. Hoppácska. Mehetne egy káosz kapu? A tetejére! Naha, tehát amúgy az lehet, hogy jó lenne Nyx helyett. Lehet, hogy Nyx most elengedjük a kalapács miatt. Legyek szívós. Visszaverünk és még szívós is vagyok. Növeljünk max HP-t? Boon. Boon szint. Dodge-al is jól megdamolta. Tetszik amúgy ez a... az isteni erő. Sebzés hátorral. Aztán tudunk még itt vásárolni. Baron kutyából. Rune szint növelés hát, ha most... Ez Athénével kéne még kezdeni dolgokat. Támadási sebzés 76%, az kell. Ha autóaltakunkkal erősebbek legyünk, mármint hogy a sima támadásunkkal. Darkness-t is tudunk szerezni. A négy darkness. Mine.
Hát erre itt lefelé nincs semmi. Van itt Dionysos és Karon. Mehetne Karon. Hát itt is Dionysos van. Persze sehol egy Poseidon. Valanx lövés, jó. Nektárt veszünk fel, akkor HP növelést kapunk. Árész, nem érdekel minket. Mogz! Halol úgyis! Jelentem a magyarítás Game Pass esetén is simán megy rendszergazai okkal. Ja, és ez a game is elég hangulatos. Ah, örülök, hogy megy a magyarítás a Game Passossal. Írta valaki egyébként a minap, hogy van valami cikk a magyarítások oldalán, ahol le van írva, hogy ezt hogyan kell csinálni, de akkor ezek szerint csak egy rendszergazdai jog kell, és csá. Inkább, hát Patroklosz 60%-ot ad a következő 6 rára, de a pénzből pedig tartósabb jutalmakat lehet szedni. Respite. 4% sebzést szereztünk, és ott van Athéné. Jaj, ezek a sok lövők. Ja, benne volt a readme, miben? Akkor jó. Minden találkozást a részbe feltöltött istenmérővel kezdesz. Amúgy ez nagyon király. Mondjuk meg sem néztem, hogy mi a többi. Bár azt speciálisan elgondolkodtam. De az, hogy az istenmérő 30%-on van már alapból, az... Hát az helyzet nem biztos, hogy ezt kellett volna választanunk. De itt tudunk horgászni! Tehát ezt kellett választanunk. Adunk el semmit. Szép mozdulatlanul kell tartani. Én meg megvakartam közben a nyakam teljesen nyugodtan. Na. Kap be. Hopp, ott is van. Hongy!
Van nekünk itt egy karónunk, mehet a karón. Ó, és ott van, csak az a gond, hogy nem úgy, ahogy én azt szeretném. Gyorsabban töltődnek, hogyha gyorsabban töltődik az istenmérő, hogyha sebződünk. Isteni támadás. Wow. Az AO, tehát a sima támadásunk erősebb. Á, végre! Állj ki velünk, mocsokak, ahányszor csak kell, míg nem bírod többi elviselni. Ebbe belementünk. Na hát ez... Nézd meg, hát miért dobok. Hát ez nagy csalás volt, Demeter. Ajajaj. Ez a Demeter, ez nagyon idegesítő.
Nem. Na végre. Hát elvitte egy újraéledésemet. Legyen nagyobb, tehát hogy jól, legyen jobb az áldás a következő. Elkértem a... Tehát hogy még mindig Athénének a búnyai vannak nálunk, úgyhogy... Remélem, hogy... sikerül. Hát pénzt nem kaptunk. Van Hermészünk 500 000. If I were a Satisac, where would I be? Try this way. Hát, azt hiszem most érződik az, hogy nem a legfényesebb baránunk. Ez a második szoba. Ez a harmadik szoba. Ez így. Ó, pénz! Athén és cucunk szintet lépett. Mondjuk az Athénét nem kellett volna behagyom, mert teljesen felesleges. Ugye itt már nem, ugye, tehát hogy itt már nem befolyásol semmit szerintem. Mondjuk lehet, hogy a kamrák jutalmát, igen. Ezt nem tudom. Ez a negyedik szoba, és még itt sincs jutalom. Az ötödik szoba az utolsó. Ja. Dobásod az ellenségek hátba találására vonatkozó minden bónuszodat megkapja. Búcsú ajándék. Ilyet még nem választottunk, úgyhogy legyen. Hátba támadási bónusz. Amúgy ez elég király lenne. This can get me out of here. Legalább horgászni tudunk. Na nézzük. Hopp. Nos volt. Horzsa, na ilyet még nem is fogtunk eddig. Horzsát. Bár ahogy látom, még sok mindent nem fogtunk. Lehetne max HP növelést kérni, de hát az biztos nem válasszuk. Azt mondja, hogy Boon, Afrodité, pénz, max HP.
ennek a jutalmát meg fogjuk változtatni. Ott sok pénz van. Még így is eltaláltak. Valószínűleg a dash-sel. 30 pénz. Egy. Kettő. How about another? Három. És itt a negyediket, negyediknek adta be. Az gond. Na hát. Finnél. Time to collect. 549 pénz, és itt van még plusz pénz. 564, tehát Hermészt akkor, és ott még mindig van pénz. Hermészt meg tudjuk venni. Hát ha. Jó. Isten mérőd automatikusan töltődik, szólítás után 10 másodperce kitérési esélyt és mozgási sebességet kapsz. Wow. Hát ilyen még nem volt, sőt amaz se, de ez az előrekapás, ez tetszik. Akkor érdemes nem megvárni a szólítást, mármint hogy nem a maxos szólításon nyomni. Wow. És tényleg van amúgy movement speed. Hát gyere ide. Ezt legalább most sikerült jól teljesíteni. És szerintem coin sem hagyunk itt. Oké, okay, plusz pénz, és ott még plusz pénz. Vásárolni tudunk. Sérthetlen ellenfelekre több a dam. Megölt ellenfelek HP növelést hoznak. Mármint, hogy hát nem tudom ez most melyik volt. Vagy a HP-t hoznak, vagy max HP növelést. Storage chamber. Hát pénz. Something for Cerberus. Ittunk tehát 4% plusz sebzés. 339 ér. Ki tudjuk hozni a HP növelést,
de boon erősítést is hozhatunk. Szerintem van még itt. Ó, kettő szoba is. Plusz pénz ismételtem. Mi ez? 55 plusz pénz volt? Wow. Szerintem érződik az, hogy itt sokkal kevesebb a enemy, mint amikor a heat levelen boostoltuk. Na, a kis patkányok megharaptak. Azt mondja, hogy max HP növelés. Jó. Utolsó szobának tűnik. Jézus. HP-t kaptunk, 280. 248 HP-nk van, srácok. Oké, okay, ott volt még egy kis coin. Coming back. Oh, Cerberus. Azt mondja, hogy ki tudjuk venni ezt. Cheers, mate. Szólításod célkövető lövedéket lő, ami elbűvöltséget okoz. 47% istenmérővel tudunk kezdeni. Istenmérő gyorsabban töltődik, amikor sebződsz. Szia, Siraka! Szia, Feedmax! Szevasztok, srácok! Mi újság? 281 HP. És még rámegyünk Afroditére is. Hogy ítják, srácok? Ez, hogy ennyiszer tudjuk nyomni a szólítást, ez jó cucc. Tényleg attól, hogy már nem fogunk annyi pénzt kapni. Cyberpunk és a Neo feldváltan? No csak! Csak nem a Next Gen frissítés az oka, hogy pereg a Cyberpunk. Köszi a coint, tess! Na de jó, na de jó, na de jó.
Aphrodite. In the name of Hades. Hades nevében, azt mondja. Az ellenfelek halálukkor sebzik a közeli ellenfeleket, és gyengeséget okoznak. Amikor sebződ, sebzed a közeli ellenfeleket, gyengeséget okozol. Hát... Hát én itt próbálok most egy sikeres ránt, azaz egy HD-sztölést összehozni, de a mai RNG-m nem a legfényesebb. Sajnos. Na, istenmérő gyorsabban töltődik. Jöhet. Finnyel, most nagy, na, most extrém finnyes vagyok. Poseidonnak szerettem volna ajándékot adni így a mai nap, de ez nem jött össze. Ezért akarcolom. Kerberos mindegyik áldáz ábrázata egyetért, hogy a szatírbatyút el kell pusztítani. De, annól nem tudtam hozzájutni megjelenéskor, amit végül nem bántam, aztán később pedig már úgy voltam vele, hogy megvárom a Next Gen update-et, így nagyon jó élmény, tetszik a világ, egyáltalán nem érzem, hogy monoton lenne, csak rövid. A vőztörőből már alig van valami vissza. Ja, én is rövidnek találtam, bár nagyon jól elvesztem benne, de így, amikor így vége lett, akkor csak ennyi volt. De nagyon jó volt, tehát hogy ez a legnagyobb bajom, hogy rövid volt egy picit. Akkor hát a legutolsó erintézni való. Fivéreim, nővéreim és én. Mi is meg akartuk ölni a szüleinket, a titánokat. Fattyak voltak. Rosszabbak. És sikerrel jártatok. Sokukat apróra darabolták és szétszórták Tartarosz veremébe, hogy ne térhessenek vissza. Legalábbis így hallottam. Igazán inspiráló. Akkor nem volt kibúvónk, csak az együttműködés. Kidolgoztunk egy konkrét tervet, és végrehajtottunk. A titánok pedig. Kegyetlennek gondolsz engem. Ám mit se tudsz a kegyetlenségről? De tessék, ha gyűlölni akarsz valamit, hát nesze. Jézusom, mennyit dobál már, de komolyan. Azt se tudom már, melyik gombot kell nyomnom. Fortiú, again? Na hát... Yeah, boy.
francba. Elvitt egyet. Aztán. Tényleg bele lehet ugrani a közepébe. Jó, ennyire azért nem. De bele lehet tényleg ugrani a közepébe. Most a Witchernek is várom a Next Gen update-jét, és akkor azt is kijátszom. Jó kis Witcher. Beimádtam is azt. Minden szülinapomkor előveszem azt, csapatok bele pár órát. Átkozott fiú, azt hiszed jobb vagy nálam? Ostoba vagy? De mégis, hogy? Hádész legyőzve? Sikerült! De ez egy borzalmas rám volt. 42 perc, úgyhogy nullás heat level. Szervior, szevasztok srácok. Köszi szépen. Sikerült kijutni, de ez a build annyira nem tetszett, mert így nem akarta adni. Nem akarta adni a jó kis aténés dolgokat. Zeusszal olyan könnyen lehet összehozni mindent. Egy jó kis Zeus, tehát hogy egy jó kis aténés dodge, vagy mi az, igen, dash, és Zeus a többi, az annyira nagyokat megy, és ez nem. Tehát lassú volt, nem volt jó, RNG se volt jó, Poseidont se kaptunk, hogy ajándékot adjunk neki. Úgyhogy egy kicsit szomorú vagyok. Tehát ez van, kijutottunk. Végül is, amit szerettem volna így legalább elérni a mai nap, az, hogy egy sikeres kijutásunk legyen. Fiam, meg kell kérdeznem, mennyit tudsz a rokonaidról, az Olumposzon? Szerintem most arra már elég sokat. Állandó kapcsolatban voltam Athénével, Zeusszal, meg a család más tagjaival, amióta először elhagytam apám házát. Segítettek nekem az idejutásban. Ne, Zagreus, mit tettél? Ide vezetted őket? Nem, azt gondolják, apámtól próbálok elszökni, hogy csatlakozhassak hozzájuk a hely csúcsokon. Legalábbis én azt gondolom, hogy ők ezt gondolják, a többségük bizonnyal. De akkor Hades tud erről, hogy Olumposz benne van? Tud, ő és Nyx is. Ami azt illeti, Nyx hozott össze engem és az olimposziakat. Sose tudtam volna kiszabadulni az alvilágból, ha nincs az ő segítségük. Szóval akkor Nyx és Hades egymás ellen vannak, az olimposz pedig segít neked, de nem tudják, hogy itt vagyok tudomásod szerint. Úgy van, többé-kevésbé. Úgy tűnik, Nyx és az apám elviselik egymást, mintha nem sok választásuk volna. Viszont amióta tudomást szereztem rólad, Nyx segített keresnem téged, miközben apám megállítani próbált. A bolond. Mit gondolt? Mit gondol most? Szerinted azt hiszi tőlük védelmez engem? Ó, ne. Szerintem talán valóban ezt hiszi. Mert most, hogy találkoztam olimposzi rokonaimmal, határozottan látom, hogy kisé bosszúszomjasak tudnak lenni. A bosszúszom családi vonás, fiam. Akkor, ha az Olimposz benne van, az sokat megmagyarázna. Itt vagyok, nem pedig ott velük, mint látod. De, ó, úgy tűnik, akkor tovább kell beszélgetnünk, amikor legközelebb visszajössz. Jaja, sikerült kijutni. Amikor visszajövök. Én Skellige-ig jutottam, ott lett elegem, hogy folyton Loading Street nézek, ezért a félre tettem. És rájöttem, hogy a Witcherben nem érdemes mindent, de tényleg mindent összeszedni. Jó sok minden van a térképen. Én a Blood and Wine DLC-t kimaxoltam. A nyavajás természetes okok megint elintéztek, nem igaz? Na, legközelebb majd megmutatod nekik. Megtennéd ezt a kedvemért? Hm?
Érszem. Állj, legény, visszakaptad a hozzáférést az adminisztrációs kamrához, ugye? Sose hittem, hogy újra be akarnál menni oda. Ó, hidd el, nem is akarok, de szeretnék itt oda menni, ahová csak jól esik. Egy másik előnye pedig, hogy összezavarjam apámat. Azt hiszem, ezt belátom. Akkor hát, igen, korlátozott hatalmamnál fogva, örömmel mondom, tovább haladhatsz. Yes! Eredj innen, Zareusz! Mindjárt meghallgatásom lesz Hádész nagyúrnál, vizsgálat a közel múltbeli távolétei miatt. Mi miatt aggódsz, Stan? Sose adtál neki okot nem bízni benned. Mostában nem vagyok ebbe olyan biztos, bármit is csinálsz, ajánlom, megérje. Ott van, eredmény megszökött. Megszökött, útközben barátokra lelt. Megszökött, kegyelt és irigyelt. Megszökött, sok közül az első? Not my past. Tartaros, Tartaros, Asphodelos, Illusion, hoppá, negyedik rámnál már Illusion. Asphodelos, Illusion, Illusion bajnokai, Asphodelos. Illusion bajnokai, Illusion bajnokai, Styxön túl, titkosítva megölte. Tehát 11. ránnál Hádész megölt minket, Styx temploma. Zsír. Blood and Wine DLC, zseniális. Én most ott tartok, hogy pénzt kell szereznem, mert jó pár dolog már csak így pénzért kell nekem. Igaz, így még az alapterületen maradtak dolgok, amiket kéne csinálni. Máshol sajnáltasd magad. A sokfejű Kerberos épp következő ízletes étkezésére gondol. Apám, belegondoltál valahogy Orpheus talán sokkal jobb volna udvari zenészként, ha megengednéd, hogy újra lássa a múzsáját? Sok lehetőségbe belegondoltam, fiú. És bizony, Orpheus is sok lehetőségbe belegondolt, mielőtt lemondott úgynevezett múzsája láthatásának jogáról, amikor egykor behatolt birodalmamba. Szóval csak azért kényszeríted örökre itt maradni, mert aláírt veled egy szerződést. A szerződések velem kötelező erejűek, mindaddig, míg elő nem bújnak az archívumból és össze nem tépik magukat, és kétlem, hogy ez egy hamar megtörténne. Ki tudja, még meglephetnek? Mondd csak, Orpheus, Eurydike azt mondta, a dalaid egy része tőle származik. Igen, zseniálisnak tűnik. Jól választod meg a múzsáidat? Mindenemet az én Eurydikémnek köszönhetem. Valóban ő komponálta sok dalomat, és sokkal-sokkal többet ő ihletett. Tudod, míg éltünk, sokszor dolgoztunk együtt. De nem te voltál a híres fél? Nem értem. Ő miért nem osztozik a hírnevedben? Ez csak egy az élet igazságtalanságaiból attól tartok. Mindig dicsőítettem őt, amikor csak alkalmam adódott, és ő ragyogóan kiállt magáért. Még így is hallgatóságunk úgy hitte, a dalok tőlem valók. Mi többet tehettem volna? Nem igazán ismerem a halandok szokásait, pajtás, de örömmel hallom, hogy mindig elismered, ami arra méltó. Hogy tehetnék másképp, barátom? Nix, anyám. Igen, csak aggódott, amikor megtudta, hogy az Olympus segített nekem. Nem? Sodortad őt veszélybe a bevonásukkal? Nem volt más mód? Nem, nem volt. Ő mindvégig veszélybe volt. Elrejtettem őt. Igen, még magam elől is. De ez nem elég. Nem hiszem, hogy az olimposziak nélkül meg tudtad volna találni. És ha nem fedtem volna fel előttük létezésed, ha ők felfedezték volna, ők fedezték volna fel, ki vagy, rosszabb lenne. Micsoda zűrzavar. Hogy fogjuk ezt rendbe hozni? Az olimposziak továbbra is abban a hitben vannak, hogy őket próbálod elérni. Bízom benne, hogy hosszú-hosszú ideig fent tudjuk tartani a hitüket. Talán nem örökké, de elég sokáig egy megoldás felfedezéséhez. Talán szülőanyád segítségével. Pacsi. Nem volt itt a némító gomb előttem. Use them wisely, my friend.
Kulcsér ékkő. Ékkőér kulcs? Aztán, micsoda deal. Kulcsér nektár. Nektárért gyémánt. És amúgy veszünk még, nehogy az legyen, hogy nem lesz nálunk nektár, amikor Poseidonnal találkozunk legközelebb. És most, hogy egyetlen egy gyémántom van. Ktonikus ágynemű szobadísz. Hát, hogyne. Ó, nagyon nyomja itt Orpheus. Micsoda, micsoda dallamok. Sorsszerű tekintény, tehát egy reroll. Lehetne itt bónuszpénz. A bónuszpénz az amúgy mehetne. Tehát bónusz támadás és speciális sebzések ellenfelek hátulról támadásakor szintenként 10%. És ez mi? Sértetlen ellenfelek támadásakor szintenként 15%. Tehát láng jelenés vagy árnyjelenés. Kis mennyiségű HP-t helyreállítanak a kamrák elhagyásakor szintenként plusz 1. Nimi HP helyreállítása, amikor sötétséget veszel fel, szintenként felvett mennyiség 30%-a. Hát ez nem tudom, hogy nem tudom, menőbbnek tűnik. Tehát ez a 3 HP kamránként, ez amúgy nem tűnik soknak. Főleg mivel az elején nyomjuk a legtöbb kamrát. Nem tudom, nem tudom. Halállal dacolás. Honokdac. Meghalás helyett 30% helyreállítása, amikor az összes életelőd elfogy, kamránként egy alkalommal. Honokdac. Kegyetlen reflex, 2 másodpercig 50% sebzést és kitérési esélyt kapsz, amikor szökkensz épp mielőtt eltalálnak. Na hát ez amúgy nagyon jó lenne, de nem, ez sajnos nem, ez nem megy. Forrongó vér, bónusz támadás és speciális sebzést okozol azon ellenfeleken, amelyeken vérkő van, szintenként 10%. És a másik? Csökkented azon ellenfelek mozgási sebesség, aha. Inkább akkor a forrongó vér. Dobás mennyiség, itt meg regenerálás. Nekem ez a pokoli lélek nagyon tetszik, hogy így hármat dobok el. Az aranykezűt amúgy húzni kéne. Nagy magabiztosság, bónusz sebzést okozol, amikor összéleterőd, 80 vagy több. A pokoli lélekig mindegyikkel. Nyomunk egy rezetet. Return my darkness to me. I've mastered that. Na. Növeli össze életerődet szintenként. Aha, tehát ez össze életerő. Ez pedig bónusz. Tehát akkor legyen inkább a vastag bőr. És itt rámegyünk erre a sorsszerű tekintélyre. Eszünk isteni hagyatékot is. Mondjuk 5%-ot.
és akkor az arany kezűből is veszünk párat. Na hát ez így mondjuk max is. Kiváltságos helyzetet ezt nem tudom kihasználni, illetve a párját sem. Hát inkább menjen az isteni hagyatékba még, és akkor 6%-kal találunk legendás vagy duó minőségű áldást. Ezt ki kéne maxolnunk, amennyire csak lehet ezt az isteni hagyatékot a legendások miatt. A másik párja, hogy eposzi minőségűek legyenek az áldások, szintenként egy, de hát akkor már inkább a legendás az így. Szerintem jó. Mondjuk kérdés, hogy mennyit lehet ezekbe belepakolni. Csúkdobás, kiüresedés. Kardösszökkenés, bosszúálló átok. Halálos csapás, támogató tűz. Ragadós jókedv. Gyors szívesség, sietős kiszállás. Sarkvidéki kitörés. Látjátok, hogy itt az istenektől már nem sok hiányzik ahhoz, hogy megkapjam érte a jutalmakat. Ősi átok. Káosz átkai közül már csak a mélységes kell, hogy kapjunk 30 kulcsot. Kardfejlesztések, íjfejlesztések, káosz pajzsa, láncsa fejlesztések. Tényleg amúgy a láncsával kéne menni valami jó kört. Dühött dúlás. Páncélozott börtönőr. Egyfajtával még nem találkozunk, illetve még két felújítás kellene a házi kivitelezőtől. A kettő felújítási munka kell azért, hogy kapjunk 4 gyémántot. Hát hogy a fenében, srácok? Hát akkor nagy terembe kérek egy ilyet. This color ought to suit the hole back there. It was perfectly before. Hát semmi nem változott, de vettünk egy ilyet. És akkor veszünk egy ilyet. Let us hereby have better seating on which I shall never rest, you mark my words. Tessék. És most, hogy ez megvan, tudunk kérni gyémántokat. Ennyi. Easy. Mondhatni easy. És akkor az alvilági főellenségek legyőzése után éjköveket kapsz. A győző jussa. Igen. Tehát a kulcs után kapunk sorszerű tekintélyt. A kamrák Erberosz kaput tartalmazhatnak, átjárók. A szenvedési szerződés a kulcsa belépéshez a elkihívásokba a legtávolabbi vidékeken. Erberosz kapu. Izgalmasnak hangzik. Viszont én azt mondom nektek, hogy legyen az, hogy... Égkövek mellett kapjunk pénzt, de 20-at, ez nagyon kevés. Nektárnál pedig boon fejlesztés. Ez meg egy reroll, a kulcs meg rerollt ad. Hát ez bonyolult. Átjárom. Rendben, ha ez nem jó költségfelhasználás, akkor nem tudom mi az. Itt én adom az utasításokat. Na, szuper.
hogy most jól elköltöttük a gyémántokat, de legalább van olyan Erberos kapunk, vagy mi. Sasold meg azt a díjhalmot ott. Díjhalom. Biztos. Tudod, Ösi, szerintem szépen el tudnád intézni egy olyan oszlopot, ami a tetőt tartja, és sokan néhány csapással leomlasztani az egészet. Bum, bum, bum! Nem szeretnék a közeledbe lenni, amikor azt csinálod. Romba dönteni apám remekbe szapott épületeit, amikor csak telt. Romba dönteni apám remekbe szapott épületeit, amikor csak teltem. Az simán menni fog. Tudjátok mit? Egy lövöldözős mókánba kezdünk. De... De... Ezt úgy csináljuk, hogy hozzuk a kis pénzt. Kivesszük a részt, jaj, de jó. Fölöttébb lenyűgöző halálosztó vagy, rokon. Becslésem szerint ugyanis legalább 1000 lelket vágtál le odalent, kiknek többsége már meghalt korábban, de akkor is. Szerintem speciális támadás, mint kárhozat, az úgy király. Na és az erszényünk szintet lépett. 125-öt kapunk, 125 pénzt kapunk, harmadik szinten pedig 150-et akkor ezek szerint. Rearming. Jó, tehát akkor ezt nyomjuk. Árész több sötétség és ékkő 20%-kal, heat level 1-en, az Exa Griffel, ez lesz majd legközelebb. Hát nagyon örülök neki, srácok, hogy sikerült még egyszer kiszöknünk, így már 5 szökésen vagyunk túl. Szerintem ez a rám, amit így most választottam, az Exa Griffes, szerintem ez nem lesz sikeres, de hát nagyon jó lenne legalább azt összehozni, hogy Poseidonnak adunk egy nektárt, és akkor legalább meg lesz az ő áldása is, mert az ő áldása ez a nagyon falhoz vagdosós, ellökős, lögdösős build, és én hát ezzel szeretnék valamit összehozni. Mi az, hogy Giyu? Srácok, a mag után most már azt írja ki, hogy legutóbb játszva a Giyu. Ez nem tudom mit jelent. Tehát nem tudtam, hogy magyarul a júniust úgy hívják, hogy Giyu. Giyunius. Na de hát úgy néz ki, srácok, hogy most már meg vagyunk a felével a szökkenéseknek, úgyhogy még egyszer ennyi kell ahhoz, hogy meglegyen a 10 sikeres szökkenés az endinghez, és számomra az lesz a vége a játéknak. Eddig nem úgy néz ki, hogy tehát, hogy szeretném leszögezni, hogy próbálkoztam, de hogy eddig nem úgy néz ki, hogy a boxolós builden kívül sikerülne más is. Szeretném a dobálós spíreset majd visszahozni legközelebb. Úgyis az már egyébként ki van maxolva, az az aspekt, ha jól emlékszem. És hát azzal is annyira örülnék, hogyha sikerülne kimenni. Nem tudom, hogy ott milyen build lenne szuper. A boxolósnál ez az Zeus Athéné nagyon jó. Kigondolom majd, hogy így... Vagy írjátok majd le, hogy a VOD alá, hogy szerintetek mi lenne szuper a spíres buildhez. Mi az, ami nektek bevált, vagy valami hasonló. Úgyhogy
Hát egyit most arra. Hádészozásból. Remélem, hogy tetszett nektek, skacok.